A folytatásban arról, hogy 2,5 év után menesztették a Manchester United vezetőedzőjét, José Mourinho-t. A világ egyik legjobb futballtrénerének tartott Portugál 24 millió fontos, azaz csaknem 8,5 milliárd forintos végkielégítést kap az angol élvonalbeli klubtól. A fogadóirodák szerint Mauricio Pochettino válthatja Mourinho-t a manchesteri kispadon. Palackokat vert a földhöz, így ünnepelte José Mourinho november végén, hogy a Manchester United hazai pályán 1-0-ra verte a svájci Young Boys-t, így bejutott a Bajnokok Ligája kieséses szakaszába. Az imádóimnak azt üzenem, hogy az elmúlt 16 évben 14-szer jutott be a csapatom a Bajnokok Ligájába. Kétszer nem jutottam be, mindkétszer megnyertem az Európa Ligát, mondta akkor a már megszokott hegyke stílusában a portugál tréner. Mourinho alatt azonban ekkor már ingott a kispad. A Manchester United ugyanis múltjához méltatlanul szerepel az angol bajnokságban. A csapat 17 forduló után 26 ponttal mindössze a 6. helyen áll. Ilyenre az elmúlt 28 évben nem volt példa. Ráadásul vasárnap az ősrivális Liverpooltól kaptak ki 3-1-re, így nem csoda, hogy a klub kedden bejelentette, azonnali hatállyal megválik az 55 éves trénertől. A nagy fogadóirodák szerint Mauricio Pochettino, a Tottenham 46 éves vezetőedzője lehet Mourinho utódja. Már korábban hírbe hozták a csapattal Zinedine Zidane-t, de az esélyesek között emlegetik a Chelsea-t irányító Antonio Conte-t is. A klub jelezte, az idény végéig megbízott edző irányítja majd a Manchester United-ot, addig igyekeznek megtalálni Mourinho utódját.